A film készítését hosszas kutatómunka előzte meg. Kéri Péter Kis Kálmán nagyari születésű főiskolai tanár közreműködésével gyűjtött adatokat arról, hogy mi történt Petőfi Sándorral, amikor itt járt a szatmári térségben, kikkel találkozott, akik később megjelentek az írásaiban is. Én merem állítani, hogy a legnagyobb magyar költő. Rengeteg olyan írása van, versei vannak, amire ha beleolvasunk, vagy belelapozgatunk, érezzük magunk között azt a kort, érezzük azokat a feszültségeket, azokat a tájakat, azokat az embereket, és mindent, amiről ő olyan stílusban írt, amilyen talán senki nem produkált rajta kívül. Ez engem régen megfogott, és én úgy gondoltam, hogy érdemes lenne, mivel lelkitársak vagyunk, fogalmazzak így, vagy nem is tudom, hogy motoszkált bennem ez a gondolat, és hát jött egy ilyen adandó alkalom, hogy akkor próbálunk ezzel valamit kezdeni. A Petőfi Hagyományok Szatmárban című filmet a nyíregyházi Móricz Zsigmond könyvtárban az Értékes Esték programsorozat keretében mutatták be. Kéri Péter életműve a megyeszékhelyről, annak történelméről és természeti kincseiről májusban bekerült a nyíregyházi települési értéktárba. Én azt tudom mondani a városlakóknak, hogy járjanak nyitott szemmel itt Nyíregyházán, fedezzék fel a még fel nem fedezett nemzeti értékeinket, és küldjék el javaslataikat a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságának, hogy ezek a helyi nemzeti értékek is bekerülhessenek az értéktárba, és ezt is be tudjuk majd mutatni itt Nyíregyházán. Vannak már beérkezett javaslatok, amelyet a héten fog a bizottság elbírálni, tehát a következő negyed évben remélhetőleg ezt be is tudjuk mutatni, és mindig az adott nemzeti értéknek az aktualitásához, a helyszínéhez kapcsolódva igyekszünk bemutatni. Ilyenkor ez egy különleges alkalom, hogy itt a megyei könyvtárban, a konferencia termünkben egy vetített képes előadás keretében tudjuk bemutatni például ma Kéri Péter filmrendező alkotásait. Augusztusban a Móricz Zsigmond könyvtár helyismereti gyűjteményét mutatják be az Értékes Esték programsorozat keretében Nyíregyházán.